A tinédzserkor sok szempontból vízválasztó időszak az életben. A tinik már nem gyerekek, de még nem felnőttek. Komoly testi és lelki átalakuláson mennek keresztül. Sok új szerepbe kell beletanulniuk rövid idő alatt. Felelős, önálló döntéseket kell hozniuk, ez pedig sokszor stresszes lehet számukra. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy ezzel a hirtelen az ölükbe hullott szabadsággal mit kezdenek, ha éjszakai szórakozásról van szó. Milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk ebben a számukra ismeretlen világban. Üdvözlöm Önöket! Csernák János vagyok, 65 éves, színművész. Három fiú édesapja. Talán azt gondolják, hogy koromnál és hivatásomnál fogva nem biztos, hogy én vagyok a legilletékesebb abban, hogy a nyüzsgő éjszakai életről meséljek Önöknek. Ezt szerencsére a műsor szerkesztői is így gondolták, ezért a műsor további részében két állandó a témában és az éjszakában egyaránt jártas szakértő fog segíteni ennek a világnak a feltérképezésében. Általában a péntek esti bulikat elkezdjük hét elején szervezni, a hétfőket magasságában. Így 5-6-an vagyunk a baráti társaságban, akikkel általában Facebookon vagy telefonon szoktuk ezeket így elkezdeni, megbeszélni, hogy akkor merre induljunk majd el így a hétvégén. Igazából mindig a legjobb barátommal vagyunk a bulizni, van olyan, hogy hozzánk csapódik egy-két ember. Aznap szoktuk eldönteni, hogy hova megyünk, és hogy igazából aznap döntjük el, hogy megyünk bulizni, mert igazából spontán bulikat szeretjük. Közös szavazás alapján döntünk arról, hogy hova fogunk elmenni majd a hétvégén. Általában hangulat meg kedv kérdése is, hogy a belvárost választjuk, vagy mondjuk inkább ilyen egyetemi helyeket a budai oldalon mondjuk. Nálam szoktunk alapozni egyébként az esetek nagy százalékában, van olyan, hogy beülünk valahova, de ott van olyan jobb érzés. Alapozni mindig szoktunk, és ilyen vetésforgóban mindig valamelyikünknél, aki éppen bevállalja, vagy aki éppen a soros. Ott találkozunk, és közösen indulunk el a megbeszélt helyre, ami néha változik. Nem nagyon szoktunk ilyen iszogatós helyekre beülni, mert ha már valahova elmegyünk, akkor szeretjük levezetni a hétnek a fáradtságot, hogy szeretjük kitombolni magunkat. Inkább ezeket a táncolós bulikat részesítjük el, amiben egyébként már nekünk az a kikapcsolódás igazából. Én ilyen 5, maximum 10 000-öt szoktam levinni. Attól is függ, hogy mennyi pénzt készítünk össze, hogy hova megyünk. Tehát amikor ezt ugye megtervezzük a hét elején, akkor így nagyjából be tudjuk lőni, hogy milyen helyre, milyen árkategóriába fogunk belecsöppenni. És akkor hát így durván ilyen 10-15 000 forinttal biztos. Szórakozóan egyébként nem szeretek egyáltalán ismerkedni, ha meg is ismerkedek valakivel, akkor is csak így beszélgetés. Esetleg volt már olyan, hogy onnan lett jó barátom, akikkel eljártam utána bulizni, de így pasizni nem mennék le soha a buliba. Hát általában úgy szoktuk kiválasztani a helyeket is, hogy erre is oda próbálunk figyelni, hogy most éppen mihez van kedvünk. Általában inkább beszélgetni, inni, meg jól érezni magunkat, ez szokott lenni a fő vonal. Viszont valamikor ilyen ereszdel hajamba a csajozás is ugye belemegy. Általánosságban valamelyikünk mindig lemorzsolódik, és mindig csaj miatt. Vitathatatlan, a sajnos nagyon elérhető felnőtt filmek nagy mértékben befolyásolják egyrészt a párkapcsolatokhoz való hozzáállást, másrészt pedig az, hogy egyre fiatalabb generáció találkozik ezzel. Kezdem akkor a kapcsolatokhoz való viszonyulást, tehát hogy néz ki egy felnőtt filmnek a koreográfiája. Vadidegenek találkoznak, vad szex jelenet, és mintha mi se történt volna, külön folytatják az útjukat. Ma már ez a fiataloknál abszolút természetes, és nagyon sokan nem is törekednek a tartós párkapcsolatra. Mondom, elsősorban ez a felnőtt filmek üzenete folytán, hogy az igazán izgalmas szex, ahhoz nem kell párkapcsolat, sőt, még jobb is azon kívül. Ráadásul még ott van, hogy felnőtt film,
Tehát ez a felnőtt szexualitás. Nem kapnak semmiféle védőhálót, semmi felvilágosítást arra vonatkozóan, vagy valami alternatív tartalmat, hogy legalább megkérdőjelezhessék. Teljesen egyértelműen és 100%-osan azt fogadják el valós tartalomként, úgyhogy ilyen szempontból nagyon problémás a következő generáció szexuális és párkapcsolati viszonyulása. Az éjszaka tele van hangos zenével és különféle szerektől bódult emberekkel. Sokan, akik féltik ettől a világtól gyerekeiket, a kábítószer miatt aggódnak elsősorban, holott létezik olyan legális szer, amely legalább annyira veszélyes, ha nem veszélyesebb, mint a klasszikus értelemben vett drogok. Ez pedig az alkohol. Az alkohol az én szervezetemre kicsit lassít egy idő után. Eleinte felpörget, és van egy holdpont, amin már nem nagyon tudok átlendülni, és olyankor van ez a kicsit összezuhanós, most már mennék haza időszak. Nagyjából meg szoktam tartani az eszemet, és általában éppen hazajutottam eddig. Csináljuk egy őrök a gulyt ma éjjel, állítsuk a falhoz az agysejteket. Csináljuk egy hatalmas balhét ma éjjel, a jel. Volt már olyan, hogy mérték nélkül ittam, de általában addig szoktam inni, amíg érzem azt a határt, hogy én tudok magamra vigyázni, tudok magamra figyelni, tudok a körülöttem lévőkre figyelni. Már nem szeretem azt, hogy se kép, se hang, és utána mindenki ott, senkit nem találok a buliba, vagy elkeveredek, vagy ők keverednek el. Szóval amíg tudok figyelni, én csak addig szoktam inni. A jelszó halál a májra, ne felejtsd! Kezdjük az egyszerűbbel, az alkohollal. Hát ez nagyon sokban attól függ, hogy az illetőnek milyen a gyakorlata. Márhogy ugye minél nagyobb tapasztalatokkal rendelkezik valaki, annál jobban bírja magát az alkoholt. De persze ugye itt elsősorban a fiatal generációról, azt gondolom a 18 alattiakról van szó, akik valljuk őszintén még elég ritkán szoktak komoly tapasztalatokkal bírni az alkoholfogyasztás szempontjából. Úgyhogy ott akár már mondjuk két koktél, ami mondjuk 10-től évfélig 50%-kal hozzáférhető, már elegendő lehet ahhoz, hogy olyan alkoholszintet érjen el, ami alapján hát ő abszolút gátlásait veszítve, akár félmeztelenül táncolni fog a táncparketten, amit persze amúgy józanul nem tenne meg, de ne felejtsük el, az alkohol a legjobb feszültségoldó a világon. Szóval nincs az a gyógyszer, nincs az a pszichoterápia, ami ennél jobban működne, de az alkohol az, ami ilyen történeteket tökéletesen meg tud oldani. Persze ezeket világos, hogy idézőjelbe kell tenni. Vitathatatlan, hogy az alkohol oldja a gátlásokat. És akkor innen viszont már el is érkeztünk az, hogy milyen probléma ez a serdülő korosztálynál. Tehát egy teljes szorongástalanítás, gátlástalanítás indul meg. És egyébként még ami szintén az ital problémája, hogy nem csak a szorongást oldja, hanem egyben azt a kontrollt, önkontrollt is, ami a második, harmadik és többedik pohárhoz vezet. Tehát az alkoholra felkészületlen szervezetet bizony ilyen értelemben meglepheti az ottani hatás. Szerintem a gyerek úgy is fog alkoholt fogyasztani, anélkül, hogy a szülő ezt az egészet neki megengedni. És miért is? Azért, mert ott áll vele szembe a haver, akinek ott van a kezében a vodkás üveg, és azt mondja, mi van, bazd meg, nem mered? És ha bazd meg nem meri, akkor jön a válasz, hogy fú, de köcsög vagy, öreg, húzz el innen. És a gyerek nem akar köcsög lenni, és inkább elfogadja. Ja, miért is? Mert látja a szociális mintát otthon. Mert az okos felnőttő megengedheti magának, hogy én megiszom naponta 3 sört, mert én vagyok az okos felnőtte, meg hülye gyerek, azt csinálod, amit mondok neked. Szóval itt azért valahol ezek nagyon egymásnak ellentmondó történetekről szól. Az már egy másik kérdés persze, hogy a kortárs nyomással szemben hogyan készítjük föl, hogy legyen olyan önbizalma és határozottsága, hogy ne attól függjön, hogy a többiek mit mondanak, hanem hogy tudjon nemet mondani. Rendszeres alkoholfogyasztás alatt azt értjük, amikor valaki mondjuk napi rendszerességgel megiszik mondjuk 1-2-3-4-5 egység alkoholt. Ez most lehet sörbor, pálinka, nem gondolom, hogy a tinédzserek között azért sok olyan van, aki ilyen rendszerességgel fogyaszt alkoholt, persze időnként vannak üdítő kivételek is, természetesen lehet ilyenekkel találkozni,
De alapvetően ez a korosztály ez egy hétvégi szerhasználó, egy hétvégi piáló, hiszen azért csak másnap be kell menni az iskolába, és azért, hogyha berugott, azért csak ott van a másnaposság, ami azért időnként sokkal-sokkal szarabb, mint maga a részegség állapota. Úgyhogy igazándiból az ő korukban még az alkoholizmusról nem nagyon lehet beszélni. A meleg ágy esetleg megvan, meg lehet vetni az ágyat, és aztán utána ezt később fiatal felnőtt korra beérhet ez a történet, de nem gondolom, hogy a tinédzser korosztály rendszeres alkoholfogyasztó lenne. Ami viszont a fiatalok szempontjából a legfontosabb, hogy avval tisztában legyenek, hogy milyen következményei lehetnek, tehát ez a fajta a lányokra, ez lebontva lányokra és fiúkra. Lányok esetében felszabadultabbak, szexibbnek élik meg magukat, kacérabban viselkednek, eléggé megfeledkeznek akár ilyen értelemben az outfitjükről is, tehát hogy éppen kacérabban kivillan ez az amaz, és bizony ez azért nyilván egy felszólítóként értelmezhetik a fiúk. Itt a másik oldal, a fiúk esetében is fontos tisztában lenni azzal, hogy ettől még, tehát attól, hogy a lány úgy viselkedik, még nem feltétlenül jelenti azt, az inkább az alkoholnak a hatása, és nem jelenti azt, hogy ebben az esetben, mert kiszolgáltatott, ezért bármit lehet vele tenni. Ilyen értelemben az bizony probléma és nem kívánt együttléthez vezethet a lány részéről. Tehát a fiúk részéről fontos egyrészt őket, őnekik adni egy olyan fajta tartást, hogy nincs rászorulva arra, hogy így szerezzen magának szexuális élményt. Legyen neki is olyan tartása, becsülje magát annyira, hogy egy olyan lányal legyen együttléte, ahol mind a ketten kölcsönösen akarják ezt, szeretnék ezt. A másik az, hogy tisztában legyen azzal, hogy ugyanakkor nyilván az alkohol befolyása alatt elkövetett együttlét, azért ennek büntetőjogi következményei vannak, tehát hogy ez nem csak arról szól, hogy volt egy görbe éjszakánk, tehát ezzel is tisztában kell lenni a fiúnak is, és azon kívül avval is, hogy az alkohol következtében valószínűleg nem lesz olyan jó az együttlét, lehet, hogy ő nem működik, a lánynak nem tud úgy örömet okozni, tehát magyarán, hogy ne ilyen körülmények között akarjon együttlétet. A belvárosban nőttem fel, és a Verespáni gimnáziumban jártam, és a Ferenciek terén, ugye a Párizs udvar című házban laktam, és én pontosan tudtam, hogy ott a környéken, ahol én ugye gyerekként éltem, melyek voltak azok a műintézmények, ahol engem személyigazolvány bemutatása nélkül kiszolgáltak alkoholos itallal. Talán ez egy másik kihívás a szülő szempontjából, hogy hogyan tudja kezelni a gyereknek mondjuk egy 15 éves korában történő lerészegedését, amikor mondjuk értek kell menni egy buliba, ahol ott van összeállt ruhában. És ez az, ami szerintem nem egy egyszerű feladat, mert lehet persze itt 3 hónapig eltiltani a bulitól, meg 4 hónapig a zseppénztől, meg mit tudom én, egyebet, de biztos, hogy ezt így kell kommunikálni? Én azt gondolom, hogy nem biztos. Csak, hogy mennyire fog ez a gyerekbe tüskét hagyni, most nem a berugás meg a másnaposság élménye, hanem a szülővel való kommunikáció. És ez az, amiben szerintem ma egy picit azért nem vagyunk maradva. Mármint mi, okos és fantasztikus szülők. Mi tudnánk a gyerekkel? Azt, hogy meg lehet tanítani a gyereket kulturáltan alkoholt fogyasztani. És nem ahhoz, hogy na, holnap után betöltötted a 18-at, akkor utána holnap utántól már ihatsz alkoholt. Valószínűleg előtte is fog alkoholt fogyasztani. Lehet, hogy tudok róla, lehet, hogy nem tudok róla. De hogyha azt látja, hogy apa minden este a 4 sör után kezébe a sörös üveggel, ugye meg a másik fontos nemi szervével, ugye a tévétáviró nyitójával ül a televízió előtt, ugye ott hortyog, akkor ő vajon mitől próbálna más mintát követni? Tehát gondoljunk már vele ebből, hogy mi elvárunk a gyerektől olyan dolgokat, amit mi magunk nem tudunk teljesíteni. És most nem egy fizika példa, egy matek példa megoldásáról van, hanem erkölcsi és értékrendi elvárásokról. Úgyhogy lehet itt baromi szigorú szülőnek lenni, és verdikteket hozni, és ütni az asztal sarkát, és hogy milyen példát mutattam a saját gyerekemnek. Ez szerintem a legfontosabb. Az alkohol legális. Könnyen és nagy mennyiségben hozzáférhető. Ez különösen veszélyessé teszi, hiszen aki bódulni akar, ezt az anyagot szerzi be a legkönnyebben. Hallottuk, sok bajt okozhat az ital, de gyermekeink illegális szerekkel is kapcsolatba kerülhetnek, ha szórakozni indulnak. A szüleim tanárok, és alapvetően ez nekem egy keményebb dió volt, hiszen sokkal konzervatívabb volt
a nevelés ilyen irányban. A dolgokat inkább én tapasztaltam meg, mint hogy megtanítottak volna. Voltak alapdolgok, például az alkohol vagy a drogfogyasztás, amit ugye gyerekkoromban is már elmagyaráztak, hogy ne, ezt súlykolták, de nekem kellett megtapasztalni a dolgok nagy részét. Nyilván csak alkoholt, tehát drogot nem fogyasztottam. Általában 3-4 évente végeznek egy ilyen felmérést a fiatalok körében, hogy milyen anyagokat választanak elsősorban, illetve milyen anyagot használtak az elmúlt egy hónapban, elmúlt egy évben. És ebben gyakorlatilag azt tapasztaljuk, a 2015-ös volt a legutóbbi ilyen felmérés, és ennek az lett az eredménye, hogy 2015-ben elsődlegesen a kannabisz volt, tehát ugyanezt tapasztaljuk mi is a lefoglalási statisztikában, hogy a kannabisz a legismertebb, legszeretettebb kábítószer. A második a szintetikus kannabinoidok, ezek az úgynevezett designer drogok, és viszont a harmadiknál, és ez tényleg évek óta így van, és visszatérően ezt tapasztaljuk, hogy az alkohol az, ami nagyon jelentős, és nagyon kedvelt, nem kábítószer, nem illegális kábítószer, de pszichoaktív hatású szer. A negyedik helyen vannak a gyógyszerek, az ötödik helyen az alkohol és a gyógyszer, és a hatodik helyen vannak a fájdalomcsillapítók. Úgyhogy azt látjuk, hogy, és ez van egyébként Európában is ez jellemző, hogy mindamellett, hogy jelen vannak, és Magyarországon is jelen vannak az illegális kábítószerek, jelen van az alkohol, jelen van a gyógyszerfogyasztás, és az ezzel való visszaélés is. Azért mindenféleképpen a kábítószerek nagyon-nagyon veszélyes anyagok. Szóval ezeket az anyagokat elsődlegesen tényleg őskortól kezdve kezdődik, tehát van primitív népek is használták, tehát van egy története ezeknek a kábítószereknek. Egyrésztről tényleg nagyon jó, mert a gyógyászat is használja és használta is ezeket a készítményeket, csak éppen épp azért, mert tényleg vannak jó hatásai, ezért úgy érzik, vagy úgy gondolják, hogy hát nagyon jól éreztem magam, és gyakorlatilag egy fogyasztás után, vagy egy szem tabletta bevétele után nem történt semmi, csak nagyon jó volt ez a hétvégi buli, akkor a következő héten is ezzel fogom feldobni. Azt nem veszik észre, és azt nem érik föl, hogy felelősek a saját egészségükért, a saját életükért. Nem akarok ezzel azt mondani, hogy bele lehet halni, de előbb-utóbb bele lehet halni ezekbe az anyagokba, és sajnos tényleg volt olyan, aki egy anyag fogyasztásától már belehalt ennek az anyagnak a fogyasztásába. És itt gyakorlatilag nem csak arról van szó, hogy nagyon-nagyon fiatal korban, 10-12 éves korban történt meg ez, hanem akár 20-valahány éves egyetemista és orvos egyetemre járó fiatal volt az, aki kipróbálta a szert és belehalt. Nem tudjuk, hogy mi van az anyagokban. Ma? Nem tudjuk megmondani, hogy mi van egy tablettában, mi van egy porban, mi van egy vicces cigiben. Lehet, hogy THC, marihuána hatóanyag, lehet, hogy olyan szintetikus marihuána származék, amelyiknek a hatáserőssége mondjuk 20-szor meghaladja a marihuánait, lehet, hogy olyan, amelyik éppen hogy csak eléri, lehet, hogy olyan halucinogénszer, amelyik mondjuk 24 órán keresztül tart a hatása, lehet, hogy csak 6 órán keresztül, mert egy más szer van benne, de az is az, hogy kombinált szerek vannak benne, hogy nem egyfajta hatóanyag, hanem kettő vagy háromféle hatóanyag is van benne. Szóval ez a mai szerhasználat, ez nagyon-nagyon más, mint az, ami tényleg itt a rendszerváltás kapcsán megjelenő szerek szempontjából el lehet mondani. Nem beszélve arról, hogy a szerek megjelenési üteme is hihetetlen módon változott, hiszen a rendszerváltás után, ugye, amikor Magyarországon valójában elkezdődött a mennyiségű kábítószer használat, még nagyjából olyan 20-szer volt jelen a piacon, és az elmúlt 4 évben több mint 300 új szer jelent meg. Szóval ilyenfajta innováció, mint ami a szerhasználatban van, gyakorlatilag a mikroelektronikai ipar nem pörög ennyire. Nem előzmény nélküliek ezek az újabb és újabb vegyületek. A legális gyógyszerkutatásnak elég nagy szakirodalma és elég nagy háttere van, nagyon sokféle betegségre, nagyon sokféle szert próbáltak kikísérletezni, és hát nagyon sok olyan vegyület, nagyon sok olyan anyag volt, ami úgymond gyógyszer felhasználásra nem jött be, és ezek között számos olyan vegyület család van, ami például pszichoaktív hatású. Tehát, hogyha valaki ismeri vagy áttanulmányozza a gyógyszerkutatásnak a szakirodalmát, akkor úgymond a gyógyszerkutatásnak a szemetes ládájában találhat ilyen jellegű anyagokat, amiket végül is a gyógyászokban emberi felhasználásra nem kísérleteztek tovább, de mondjuk ilyen szempontból hatásosak lehetnek ezek a vegyületek. Vagy kis csomagocskákval találkoznak akkor kollégáim egy-egy ilyen hétvégi razzia során.
ami kis csomagban vagy valami por van, fehér, általában fehér színű por, vagy tablettát találnak, vagy cigarettát, cannabis cigarettát találnak, tehát marihuánát, vagy pedig ezt az úgynevezett herbát találják a fiataloknál. Az éjszakai életben, mondjuk egy zsúfolt szórakozó helyen, az embereket rengeteg inger éri egyszerre. A teljesen józanul bulizó vendég számára is nehéz átlátni egy ilyen zajos, sötét teret. Ha pedig valamilyen rendkívüli helyzet adódik, akár halálos csapdává is válhat a tánctél. A játékban, amit most bemutatunk, azt modellezzük, hogy mennyire túlterhelhetik az érzékeinket a zaj, a tömeg, a különböző hangok és a szagok egy buliban. Ez a hat érzékjáték egyébként, ez a függőség témakörhöz tartozik, kapcsolódik. A megelőzés akkor hatékony, hogyha most már nem frontális megközelítést alkalmazunk, hanem nagyon sok érzékszervet bevonunk egy ilyen tanulási folyamatba. Alapjában a tanulás töltsérét már mindenki ismeri, hogy minél több érzékszervet kapcsolunk be, annál inkább emlékezni fog arra, hogy mi történt és miért történt. A hat érzékjáték pont erről szól, erről a tapasztalati tanulásról. A lényeg a játéknak, hogy itt a fiatalnak a látását megváltoztatjuk a szemüveg hatására. Ugye van egy ilyen súlyos ittasságot szimuláló szemüveg, ráadásul az éjszakai ittasság, tehát mint a buli helyen történne az alkoholfogyasztás, vagy éppen szerhasználat. Torzítjuk a látást, térérzékelést, tehát ezeket a finom érzékeléseket, illetőleg, hogy a játéknak mi a lényege, hogy bemutassa azt, hogy a különböző szerek hatására az agyi funkciók milyen szinten változnak meg. Mennyire torzul az érzékelésünk, az észlelésünk, az, hogy mondjuk a látás információt küld, a tapintás információt küld, ezt nem tudjuk feldolgozni. Mert hirtelen egy ilyen dózist kap az agy, amit nem tud kezelni. Nem értettem, hogy mit mondtak, tehát folyamatosan, mint hogyha távol vagyok ugye emberektől, de azért hallom, hogy mondanak valamit, de nem fogom fel, mert nem tudok egy helyre koncentrálni, hogyha folyamatosan mondják körülöttem, és ment ugye a zene is, az is ugye zavaró tényező volt. Nem volt jó érzés, mivel hogy úgy éreztem, ugye a szemüveg is rajtam volt, hogy ha én menni akartam volna, nem lettem volna magabiztos, nem tudtam volna, hogy merre menjek. Folyamatosan ugye körülöttem is beszéltek, tehát nem tudtam volna elindulni egy irányba, hiába jegyeztem meg a terepet, és tudom, hogy mi merre van, de akkor is teljesen máshol volt. A valóságban viszont, hogyha tényleg belekerülsz egy ilyen helyzetbe, ott nincs választás. Ott lehet, hogy ez a szer 8 órán keresztül hat rád, lehet, hogy 4 órán keresztül hat rád, lehet, hogy 24 órán keresztül. Lehet, hogy amivel zsírban oldódó vagy öletlő van szó, beépül az agyunkba, lehet, hogy mondjuk kimegy belőled, úgy érzed legalábbis, hogy kimegy, utána beülsz az autóba, és ott kerülsz olyan hatás alá, amikor éppen az autópályán mész hazafelé, éjszaka. Megváltozik a látás, a hallás, a térérzékelés, a szaglás, tapintás, minden. Mert el lehet képzelni, hogy ez mit fog eredményezni mondjuk egy autópálya kellős közepén. Konfliktusba kerülnék egy ilyen állapotba, egy ilyen helyzetbe, azt szerintem nem tudnám kezelni, mivel hogy nem érzékelem azt, hogy pontosan ki van előttem, nem lennék nyugodt, mert nem látom, hogy ki hol van, ki áll előttem, és az a feszültség, az a félelem, hogyha engem meglöknek, akkor nem hiszem, hogyha én elesnék, fel tudnék állni, mert nem úgy érzékelem a dolgokat. Láthattuk, hogy egyszerre több dologra figyelni józanul is nehéz. Nem nehéz elképzelni, mi történhet akkor, ha az érzékeinket még az alkohol vagy a kábítószer is eltompítja. Mit tehet? Mit tegyen a szülő, aki megpróbálja megóvni a gyermekét ezektől az anyagoktól? Mit tegyünk akkor, ha azt gyanítjuk, hogy a gyermekünk kapcsolatba került a kábítószerekkel? Amennyire lehet, egyrészt ők is legyenek tájékozottak ezen a téren. Tehát, hogy ne a félelmeik irányítsák őket, hanem tájékozódjanak. Tehát persze nem csak úgy az interneten, hanem lehetőleg szakemberek igénybevételével. Nagyon fontos az őszinte kommunikáció otthon, hogy ne legyen ez a téma tabu.
Persze nagyon sokat számít, hogy egyébként a gyerek mit lát otthon, hogy a szerhasználat és ebben az alkohol vagy nyugtatók, altatók használata hogy van jelen a család életében egy fiatal, kamaszodó, a felnőtté válás útjára lépő fiatalt, hogy vezetik be, vagy a szülei vezetik-e be abba, hogy vannak ilyen szerek, és melyeket és milyen keretek közt lehet úgy használni, hogy az örömforrások sorában egy legyen, és ne legyen az életére, egészségére, kapcsolataira ártalmas. Magyarországon a kábítószer használat mind a mai napig egy fétistárgyként leveg. Nem tudunk ezzel mit kezdeni, nem érdekel, miért érdekelne? Az én életemben ilyen nem volt, persze, hogy nem volt, miért nem volt? Mert egész egyszerűen a szocialista rendszerben ugye a szocialista embertípussal nem összeegyeztethető a kábítószer használat. Azt tudni kell, hogy a kipróbálásig a fiatalok legalább 90%-a eljut. És az, hogy kiből lesz rendszeres, problémás, használó vagy függő, azért nagyon sok mindentől függ. Érdemes tudni, ez a családterápiás több évtizedes tapasztalat, hogy 18 éves kor alatt körül drogfüggőség vagy komoly problémás szerhasználat olyan fiataloknál alakul ki, akiknél, tehát a családban zömmel feldolgozatlan veszteségek, gyász húzódik akár több generáción keresztül. Úgyhogy mondjuk a szülői szinten nem látunk szenvedélybetegséget, de esetleg a nagyszülői szinten volt. A szülőknél nincs, és aztán csodálkoznak, hogy a gyerekünkkel vajon mi történt, hogy vele pedig ez történt. Tehát azt látjuk, hogy akár halmozódó feldolgozatlan veszteségek vannak a családban, illetve leválási probléma. Tehát a fiatalnak normális feladata ebben az életkorban eltávolodni a szüleitől, önmagát megtalálni, a saját személyiségét alakítani, és ahol ez megnehezített vagy lehetetlen, ott nagyon sokszor a szerhasználat tűnik egy, hát persze gondolhatjuk, hogy zsákutcának, tehát hogy nem a leválásnak egy egyenes és egészséges útja, hanem egy zsákutca. Vajon tudatában vannak a fiatalok, hogy milyen veszélyekkel kell szembenézniük az éjszakában? Szerintem függ attól, hogy hova mész bulizni, hogy mennyire leszel bajba, hiszen hogyha egy ilyen kis közösség mondjuk belépsz, ahol például senkit nem ismersz, és mondjuk ott vagytok ketten a barátnőddel, simán megtörténik az, hogy ott ismerik ugye egymást az emberek, és akkor meg kiszúrnak téged, aztán végén bajba keveredsz, nem tudom, belekevernek valamit a piádba, és megtörténik persze a baj. Én erről csak hallottam, szóval velem még sose történt olyan, hogy belekevertek volna bármit a üdítőmbe. Hallottam egy sztorit, hogy egy lány tényleg kirabolták, miközben ő bulizott volna, csak hát aztán összeesett, és azért valószínűleg, mert belekevertek valamit. Szerintem valaki fel van erre készülve, hogy milyen mik történhetnek vele az éjszakában, és van, aki nincsen. Aki nincsen, az inkább az a személy, aki nem nagyon szokott elmenni, nem nagyon szokott eljárni otthonról. Viszont az a személy, aki így, aki nagy társasággal szokott bulizni, aki tud, ismer mindenkit, egy összeszokott társasággal szokott járni, azokkal szerintem kevésbé történnek problémák, mint mondjuk azokkal, akik csak két személy, vagy ilyenek. Menni akartunk táncolni. És akkor valaki elkezdett húzni, hogy táncoljak vele, és hiába próbáltam finoman megmondani neki, hogy nem akarok táncolni vele, mert nem volt szimpatikus, és amúgy se volt kedvem táncolni vele, és csak azért is agresszív volt, és húzott meg minden, szóval elég kellemetlen volt. Mentünk múltkor is egy bulizóhelyre, beléptünk, és már 20 kéz legalább hozzánk ért, és az nem volt túl jó, nem tudom, hogy... 1000 veszélyes dologban legalább, szerintem. Nagyon fontos, hogy kivel barátkozol, és kivel nem, kiben bízol meg, és kivel nem, és ez a legrosszabb is az egészben, hogy nem tudhatod, hogy kiben bízol meg, bízhatsz meg, attól függetlenül, hogy megbíznál, de nagyon sok veszély leselkedik, hogyha nem vigyázz az ember. Szerintem a legfontosabb az, hogy a barátaiddal legyél, hogy olyan emberek között legyél, akik vigyáznak rád, mert egyszerre úgysem érhet baj.
Figyelj, ez annyira veszélyes, mint bármi. Tehát, hogy mint mondjuk nem tudom, kimész az utcára. Tehát, hogy az ember alapjában tud magára vigyázni, és szerintem alapjában erről szól az élet, ha az ember tud magára vigyázni, akkor nem nagyon érheti semmi baj, csak akkor, hogyha önhibáján kívül történik. Konkrétan balhéba, ami tetlegességig fajult, olyan még nem volt. Hangosabb szóváltás olyan már előfordult többször is, de komoly balhé még nem. De erre is oda szoktunk figyelni, legfőképpen egymásra, hogy kötekedés ne legyen semmiképpen. Ez főleg X mennyiségű pia után ugye hatványozottan igaz. Egyszer voltam lányokkal csak, kimentem cigizni, belekerültem egy másik társaságba, ott elkezdtünk beszélgetni, és nekem ez az utolsó képem úgymond a bulira. A barátnőm sírva hívta fel a barátját, hogy gyere értem, mert nem tudom, hogy hol vagyok konkrétan, és össze-vissza magyarázott ilyen kígyószemű emberekről, és azt se tudta, hogy hol van, nagyon-nagyon félt. Nekem az italomba valami beletettek. Rám nem volt olyan hatással, mint rá, mert igazából volt olyan, aki figyelt rám, így nem ott volt mellettem végig, de ugye olyan helyen voltam, ahol sokan ismertek, és úgy figyeltek rám, és olyan nagyobb probléma nem történt. Igazából nekem is csak olyan volt, hogy ültem a kocsiba, és csak úgy elkezdtem zopogni, és felhívtam annyit, hogy gyere értem. Ilyen nagyon-nagyon rossz érzés volt bennem. Más típusú veszélyeknek vannak kitéve a lányok és a fiúk. A lányok leggyakrabban szexuális visszaélés áldozatává válnak, a fiúkat inkább kirabolják. Ők könnyebben keverednek utcai verekedésekbe, összetűzésekbe, amiknek megjósolhatatlan a végkimenetele. A baj sokszor elkerülhető lenne, ehhez pedig elég lenne néhány óvintézkedést tenni. Megszervezni a hazajutást, nem beszállni ittas vezető mellé, nem vezetni ittasan, társasággal mozogni az éjszakában, nem egyedül. Vajon mi a mai fiatalok stratégiája erre? Van egyáltalán stratégiájuk ilyesmire? Ilyen anyai féltés van bennem, szóval ha olyan emberekkel megyek bulizni, akik közel állnak hozzám és szeretem őket, akkor mindig féltem őket, és inkább én vagyok az, aki kevésbé érzem jól magam, de odafigyelek a másikra. Nem ér konfliktus, ugyanis úgy jövünk bulizni, hogy vigyázunk egymásra, figyelünk a hangulatra, nézzük, ha éppen az egyikünk sír, nevet, bármi, oda megyünk, megkérdezzük, figyelünk egymásra. De mindig megbeszélem a szüleimmel otthon, hogy kivel megyek el, hova megyek, hánykor, hol vagyok, mindig értesítem őket. Mindenképp megoldjuk, ha az egyikünk villamossal megy, ha a másik vonattal, írunk egymásnak, messengeren, bárhol, hogy hazaértünk. Minden rendben van. Sofőrszolgálattal vagy általában taxival elmenjünk egyik helyről a másikra, szóval mindig haza kísérjük egymást. Ha már egy csapatba jöttünk, akkor egy csapatba is menjünk. Nálunk úgy van, hogy ha együtt jövünk, akkor együtt is megyünk haza, mindig tartjuk a kontaktot a másikkal. Haza kísérjük egymást, mindig támogatjuk egymást, úgyhogy ez elkerülhetetlen. Régen volt már úgy, hogy valaki nagyon leitta magát, és akkor figyeltünk rá, hazakísértük, ágyba fektettük. De hát nálunk nem volt szétesés, figyeltünk egymásra. A bulizás nem ér véget azzal, hogy kilépünk a szórakozó hely ajtaján. Hosszú út vezet a kényelmes, biztonságos hálószobáig, ahol kiheverjük a buli fáradalmait. Meg kell tenni a hazavezető utat. Egyedül botorkálni az éjszakai utcákon, vagy olyan járműbe szállni, amelynek sofőrje ivott vagy kábító szerezett, kockázatos vállalkozás. Ebben a kísérletben azt mutatjuk meg, hogy mennyire változik a vezető reakció ideje az elfogyasztott alkohol hatására.
tengerlátásom. A bójákat alig látom. Olyan érzés, mintha folyamatosan szédülnék. Kettes felé nem is merek váltani. Borzasztó volt így vezetni, tehát az első körömhöz képest, amikor ugye szemüveg nélkül vezettem, akkor rendesen láttam a pályát, láttam, hogy hol van az út széle, láttam a bójákat. Ezzel szemben, amikor felvettem a szemüveget, akkor egy ilyen borzasztó diszkomfort érzésem lett. Nem tudtam bemérni a távolságot, nem láttam, hogy merre van a pálya, mennyire van messze az út széle. Nem láttam a kanyarokat, tehát, és láttam igazából, hogy merre van a kanyar, de nem tudtam bemérni azt, hogy hol kell pontosan bekanyarodnom. Úristen! Ez katasztrófa! Abszolút nem voltam ura se magamnak, se a kocsinak, tehát hogy borzasztó tényleg. Most is megyek, és már rég látom kéne a bójákat, de csak most látom az elsőt úgy éles, viszonylag élesen el, már amennyire. Fura volt nagyon felvenni először a szemüveget, olyan volt, mintha szédelegnék igazából, meg eléggé homályosan láttam, és egy csomószor a bójákat sokkal később vettem észre, mint amikor rendesen mentem, ezért is volt szerintem, hogy egy párszor elütöttem, mert túl gyorsan mentem. Ugye amikor a szemüveg nélkül vezettem, akkor láttam azt, hogy hol van a bója, mit kell kikerülnöm, és be tudtam mérni azt, hogy mikor kell kanyarodnom. Ezzel szemben, amikor rajtam volt a szemüveg, akkor szerintem sorban ütöttem el a bójákat, mert abszolút nem tudtam bemérni azt, hogy mennyire van közel hozzám, és hogy mekkora ívben kell kanyarodnom a kocsival, hogy ne üssem el. Érdekes volt összehasonlítani a szemüveg nélküli meg a szemüveges vezetést, és engem ráébresztett arra, hogy sose próbáljam ki az ittes vezetést. A diszkóbaleset az nem egy jogi fogalom. Nem is egy statisztikai fogalom, hisz ez tulajdonképpen a média aggatta rá. Vannak jellemzői. Azt, hogy mikor következik be. Általában ezek a balesetek péntek éjszaka, szombat hajnalban, vagy szombat éjszaka, vasárnap hajnalban következik be. Részvevői többnyire fiatalok. Tehát a 20-as években járó fiatalokról van szó, akik vagy szórakozó helyre tartanak, vagy onnan éppen hazafelé. A gépjármű vezetője pedig nagy valószínűséggel alkoholt, vagy valamint tudatmódosító szer drogot fogyasztott. Nem feltétlenül arról van szó, hogy egy járműves baleset. Leggyakoribb az, amikor ugye a nagy sebesség miatt, ugye ilyenkor egy felfokozott lelki állapotban vannak, ugye a diszkóból kijönnek, a gépjárműben szól a zene, dübörög, esetleg még a társak az autóban kicsit heccelik is, nyomjad még neki, túllépi a sebességet a sofőr, az útról lesodródnak, fának ütköznek, és ugye kész a tragédia. De az is előfordulhat, amikor egy teljesen vétlen emberrel ütköznek, tehát például egy kerékpárost, egy gyalogost üt el a gépjárművezetője, vagy egy szemből közlekedő gépjárművel frontálisan ütköznek. Tehát az áldozatok jellemzően a 20-as éveiben járó fiatalok. Nagyon furcsa egyébként, hogy áldozatokról beszélünk. Ugye van a gépjárművezetője, aki egyértelműen felelős azért, hogy ő biztonságosan vezesse, vezetésre képes állapotban vezesse azt a gépjárművet. De én úgy gondolom, hogy az a személy is felelős a balesetért, aki beül egy olyan gépjárművezető mellé, akiről előtte látta, hogy alkoholt vagy drogot fogyasztott. Tehát én azt mondom, hogy ha jogilag nem is, de valamilyen módon az is felelőssé tehető, aki egy ilyen gépjárművel, mint utas beül és együtt utaznak. Azt szoktuk tanácsolni, hogy mindig legyen egy olyan személy a fiatalok között, aki aznap este nem fogyaszt alkoholt. Egyszerűen úgy hívjuk őket, hogy ő a buli sofőr. Ő vállalja azt, hogy nem iszik alkoholt, és épségben, egészségben hazafurikázza, vagy hazaszállítja a többi utasát. A legtöbb probléma ebből van, amikor nem mérik fel azt, hogy ők alkoholos befolyásoltság alatt állnak, tehát nincsenek a vezetésre képes állapotban. A felelőtlenségnek olykor komoly ára van. Könnyen áldozattá vagy elkövetővé válik, aki nem számol tettei következményeivel. A felhőtlen szórakozást tragikus események árnyékolhatják be. Magyarországon zéró tolerancia van. Nulla alkoholszint az elfogadott. Aki alkoholt fogyasztott, onnantól kezdve gépjárművet nem vezethet.
saját életét vagy mások testi épségét nem teheti kockára. A diszkóbalesetek esetében akkor, amikor a vezető, tehát az autó vezetője volt, aki kábítószer befolyása alatt vezette, vagy valamilyen pszichoaktív szer befolyása alatt vezette az autót, akkor viszont büntető eljárást kezdeményeznek ellene. De én úgy gondolom, hogy azért itt nem ez a legnagyobb probléma, hogy büntető eljárás, hanem az a legnagyobb probléma, főleg, hogyha valaki meghal, mert akkor a közlekedési baleset még amellett, hogy büntető eljárás kezdeményeztek bódult állapotban való járművezetés mellett, még a másik közlekedési baleset miatt, akár a halált okozó közlekedési baleset miatt is eljárást indítanak ellene. Még mielőtt megtörténik a baj, hová fordulhatunk, ha észrevesszük, hogy gyermekünk drog vagy alkohol problémákkal küzd? Maga az indít rendszere is egy szolgáltatói piramis. Alul vannak az alacsony küszöbű rendszerek, azok a rendszerek, amelyek tulajdonképpen bárki számára elérhetők, amihez nem kell tajszám és nem kell megígérni, hogy jó leszek, nem kell időpontra odaérni, hanem akár mondjuk azokon a helyeken, ahol maga az esemény megtörténik. Most azt sem mondom, hogy probléma, mert azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal találkozik különböző szerekkel, különböző addikciókkal, és nem feltétlen probléma. Tehát önmagában még, amikor mondjuk leülök és megiszok valamit, akkor azért azt gondolom, hogy hülyeség lenne azt mondani, hogy önmagában az már probléma. Nem, az még nem probléma. De nyilván az ott ülő 10 fiatalból majd kettőnek lesz problémája. Vagy akár kettő majd függővé is válhat, vagy egy függővé is válhat. Az a kérdés, hogy akkor mondjuk tudunk-e egy picit elébe menni annak, hogy aki majd problémássá válik, annak legyen információja arra, hogy amikor probléma van, akkor hová tud fordulni. Az Inditnak a buli segélyszolgálat az egy klasszikus party service szolgálat. Egy sima szórakozó helyen egy pár fős stábbal szoktunk lemenni. Gyakorlatilag van egy olyan része, például megtalálni a szórakozóinak egy ilyen csendesebb részét, ahol mondjuk lehet beszélgetni. Nagyon érdekes, hogy sokan gondolják, hogy biztos a drogokról esik a legtöbb szó, vagy a különböző szerekről, meg így a partizási szokásokról, de a hosszabb beszélgetések, azok a konzultációk, amik így történnek, azoknak a majdnem, hogy a 80%-a valójában párkapcsolati problémákról, családi zűrökről, tehát olyan dolgokról van szó, ami valójában persze összefüggésben hozható aztán a partizással, vagy azzal, hogy ki mit fogyaszt, de hogy nem feltétlenül ez van a fókuszban. Nem gondolom, hogy minden fiatal, aki kábítószerekkel, alkohollal, egyéb szaktív szerekkel, viselkedéses addiktológiai problémákba esve éli az életét, hogy annak mindenkinek szakember kell, hogy mindenkinek addiktológus kell. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor látjuk azt, hogy fiatalok, ha kapnak mintát, példát arra, hogy hogyan lehet értelmesen szabad időt eltölteni, hogy bele tudnak kerülni valamilyen közösségbe, ami nekik egy másfajta jövőképet ad, akkor azon el tud indulni. Láthattuk, hogy az éjszakai élet sok veszélyt rejt a fiatalok számára. A túlzott szigor azonban aligha éri el a kívánt hatást. Mit tehetünk tehát, ha nagyobb biztonságban szeretnénk tudni gyermekeinket az éjszakai életben? Tabuk nélküli beszélgetésekkel, őszinte válaszokkal és nyitottsággal valószínűleg többet érhetünk el, mint a tiltással. Egy egészséges lelkivilágú, törődő családdal és barátokkal körbevett tini könnyebben áll ellen a kísértéseknek, nagyobb a védettsége a csapat negatív nyomásával szemben, könnyebben ad határozott és helyes választ, nagyobb eséllyel dönt jól, kockázatos helyzetekben. Csernák János vagyok. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Hamarosan ismét jelentkezem. Viszontlátásra!